zenés műsorral készültek a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda tagintézményének diákjai Balogh Zoltán látogatására az intézményben. Az ELMI korábbi vezetője nem csak kenyérrel, beszédek, imádságok, írások a koronavírus idején című kötetét mutatta be az iskolában. A rendezvényen Balogh Zoltán pályájának kezdetéről is beszélt. Hasonlítható a Dunaújvárosi réthez is, mert hogy egy olyan vidéken, a borsodi iparvidéknek a szélén egy kis faluba voltak lelkipásztorok, ahonnan a bányába és a gyárba jártak az emberek, tehát egy nagyon hasonló világ volt, egyház ellenes világ volt, miért nem mondjuk ki, emlékszem, amikor az egyház tanácsa, a presbitériumnak a tagjait azért bizony súlyos hátratételeket szenvedtek anyagilag előmenetelben, a gyári dolgozók voltak, hogyha vállalták az egyháztagságot, a presbiterséget, tehát ez egy hasonló világ. Balogh Zoltán jelenleg református lelkipásztorként dolgozik, és jelölt a Dunamelléki Református Egyházközség püspöki hivatalára. Ugye kellene